A válogatott világbajnoki selejtezői miatt több mint egy hónapos szünet van az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A nyíregyháziak eddig 11 meccset játszottak, és 6 elveszített találkozót követően sorozatban 5 mérkőzést nyertek meg. A legutóbbi oroszlány elleni találkozót követően éppen ezért 5 nap szabadságot kaptak a játékosok, majd elkezdődött a felkészülés a bajnoki folytatásra. A játékosok közül hiányzik Suárez, aki a chilei válogatottban szerepel a VB-selejtezőkön. Ebben az évben még 4 meccs vár a cápákra, aztán januárban is egymást követik majd a mérkőzések. Az elején nagy hangsúlyt kapott az emeléti munka, igazából múlt héten kezdtünk el megint bajnoki ritmusba edzeni, illetve múlt héten már játszottunk egy edzőmeccset, és a héten is fogunk egy edzőmeccset játszani, tehát azt mondom, hogy az utóbbi 2 hét az már bajnoki ritmus volt, az előtte lévő 2 hét az pedig inkább a fizikális felkészülésről szólt. Kis Benedek azzal a céllal vágott neki a szezonnak, hogy minél több percet töltsön a pályán. A 20 éves kosaras eddig 10 meccsen játszott és 4,5 pontot átlagolt. Összességében elégedett a teljesítményével, de szeretne még többet hozzátenni csapata játékához. A bajnokságot jól kezdtem, aztán egy picit úgy gondolom, hogy visszaesett a teljesítményem. Ezt a szintet szeretném tartani, ahogyan kezdtem a bajnokságot, és ennek érdekében mindent meg fogok tenni, illetve azért is próbálok küzdeni, hogy ne csak az első félidőben játszak a fiatal szabály miatt, hanem a második félidőben is. A két cápák jelenleg a 7. helyen állnak a tabellán az 5 győzelemmel és a 6 vereséggel. Szintén 5 győzelme van az előttük álló Pécsnek, Debrecennek és Kaposvárnak, igaz, mindhárom csapat egyel kevesebb meccset játszott. A szünetben több együttes is edzőt cserélt, több helyen volt játékos mozgás is, így Pető Ákos szerint egyelőre kiszámíthatatlan, hogyan alakul a folytatás. Azt mondom, hogy a Szombathely kiemelkedik, hiszen még veretlen, illetve a Szolnoknak van egy veresége, de a 3-tól a 14. helyig olyan kicsi a szórás, hogy itt 2 forró alatt nagyon lehet előre lépni, nagyon sokat lehet visszazuhanni. Az látszik, hogy aki még ott van, esetleg most az 4.-5. helyen sincs biztonságban, illetve aki most le van szakadva, annak se szállt még el minden. Sokan ezért is változtattak, mert látják, hogy ez egy olyan bajnokság, hogy akár egy jó hajrával is oda lehet csúszni, akár a felsőházra is. A Hübnél Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb december 10-én Szegeden játszik bajnoki meccset. Azt követően ebben az évben még az Atomerőműesével, a Debrecennel és a Kecskeméttel találkoznak a cápák.